Dorn Anikót elmondása szerint már gyermekkorában vonzotta a kereskedelem, mindig boltost játszott. Így a középiskola megkezdése előtt sem volt kérdés, hogy milyen irányba indul el. Ez volt az oka annak, hogy gimnáziumi tanulmányait kereskedelmi szakon kezdte el Szekszárdon. Miután végzett, tanulmányait Budapesten folytatta, ahol kereskedelmi üzemgazdász diplomát szerzett. Nem sokkal később egykori gimnáziumi igazgató helyettese kereste fel, hogy nem lenne kedve visszamenni az iskolába tanítani. Így kezdődött el közel 40 éves, a mai napig tartó pedagógus pályafutása a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmo Technikum és Kollégium igazgató helyettesének. Az utolsó évben, amikor végeztem a főiskolán, akkor megkeresett a Bezerédinek az igazgatója, hogy nem lenne kedvem visszajönni tanítani. És hát gondolkodtam a dolgon, mert hát én igazából tényleg a kereskedelmi évbe képzeltem a jövőmet, de megtetszett az ötlet, és elkezdtem tanítani. Hát ennek az lett a következménye, hogy 19 évet töltöttem a Szekszárdon a Bezerédiben. Már többször csaltak ide át, mert a volt osztályfőnököm közben itt kezdett dolgozni, és hogy jöjjek át ide tanítani, miután én Bonyhádon lakom. És hát miután a harmadik gyerekem megszületett, akkor már családszervezés szempontjából egyszerűbb volt a dolog, hogy itt Bonyhádon dolgozom, és akkor jöttem át ide. Közgazdásztanárként dolgoztam, és 2009-ben a volt igazgató helyettesünk nyugdíjba ment, és megkértek rá az akkor igazgató, hogy vállaljam el, hogy akkor még gyakorlati oktatás vezető szerepet, és amikor 2015-ben létrejött a centrum, akkor kért fel a jelenlegi igazgatón, Ziegler Terész igazgatónő, hogy legyek a helyettese, és így lettem igazgató helyettes. És hogy mi tartja csak nem 40 éve a pedagógus pályán? Dorn Anikó azt mondja, nagyon szereti a szakmáját, szeret gyerekekkel foglalkozni, a társaságukban lenni. Tényleg nagyon szeretem magát a szakmát, tehát a kereskedelmi dolgokkal kezdtem ott is, a kereskedelmi számítások, statisztika, tehát az volt a kedvencem mindig is. Aztán itt ebben az iskolában akkor tulajdonképpen átálltam a pénzügyre, ami megint csak a számokat jelenti, és az egyik oldala ez volt, a másik oldal meg a gyerekek. Szeretem a gyerekeket, tehát igazából szeretek velük foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy ők az a korosztály, akiket még lehet módosítani, lehet egy kicsit nevelni, alakítani, és még elfogadják az ember dolgait, nem is biztos, hogy most azonnal. Tehát sokszor szerintem nem értenek egyet azzal, amit mi itt elvárunk tőlük, meg amit megkövetelek tőlük, de utólag azért pozitív visszajelzéseket kapok, hogy hú, de jó volt tanárnő, hogy azért ezt megtanította velünk és kihajtottuk, mert milyen jó volt a főiskolán, mi voltunk az okosok és tudtuk a dolgokat. Tehát igazából én meg minden más, tehát nem csak maga a tanítás, hanem az egyéb programok is. Tehát rengeteg ilyen diák programban vettünk részt, szerveztünk, tehát annak idején még a Bezerédibe ott is ilyen országjáró diákok körének a vezetője voltam, tehát rengeteget kirándultunk a gyerekekkel, és itt az iskolában is rengeteg programot szerveztünk, általában szinte minden programban, mint igazgató helyettes is részt veszek, a golyatábortól kezdve a kalandőrületig, mindenféle ilyen rendezvényen szeretem is. Az igazgató helyettes úgy fogalmaz, mindig a lehető legtöbb tudást szeretné átadni tanítványainak, bár a számok világa sosem egyszerű. Azt tapasztalja, hogy a szakképzési rendszer átalakulásával a gyakorlatorientált oktatás került előtérbe, ami sokkal jobban motiválja a diákokat. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a világba olyan helyre nem tudtok menni, ahol nincs pénz. Tehát a pénz nélkül nem tudunk létezni. És mondtam, hogy bárhova veti őket a sors, akkor is azért a pénzzel mindig lesz kapcsolatuk. És nem baj, hogyha az embernek vannak olyan ismeretei, ami nincs meg más embernek. Tehát olyan jó érzés, amikor az ember tud olyan dolgokat, amit más nem tud. És tudom, hogy mi történik, miért így történik. És azért ez azoknak a gyerekeknek, akik az itt végeznek, úgy visszaköszön, hogy tényleg milyen jó, hogy ők ebbe belelátnak. Nagyon sok gyerek ezen a területen helyezkedik el, és szeretik csinálni. Az új szakképzési rendszer, én úgy gondolom, hogy most az új szakképzési rendszerre megint próbálunk visszamenni igazából az elméletiségtől inkább a gyakorlat felé, és ezzel az újfajta módszerrel, hogy projektoktatásba próbáljuk a gyerekeket bevonni a munkába, azért az sokkal
kedvezőbb, tehát szívesebben csinálják a gyerekek, főleg akik szakmát tanulnak, sokkal jobban veszik azokat a dolgokat, mert nem rá van a kényszerítve, hogy most matekóra van, most rajzóra van, most műszaki rajzot kell készíteni, hanem kitalálnak egy munkamenetet, hogy ezt, meg ezt, meg ezt kell megcsinálni, és ennek minden oldalát végigviszik. És ezt sokkal szívesebben csinálják így a gyerekek, mert folyamatosan látják a munkájuknak az eredményét, és nem egysíkúvá válik, hanem és a végén ott van a kezükbe a terméknek. Nagyon ösztönző ahhoz, eddigi ösztöndíjakhoz képest azért az, hogy ő közel 100.000 forintot kap, és azért, hogy egy hónapot a gyakorlatot eltölti, és mellette tanul is. És hát én úgy gondolom, hogy egy tizenéves diáknak azért ez nagyon jó kis zseppénz, tehát tud benne gondolkodni, és tényleg ösztönzi arra, hogy igen, itt vagyok, megcsinálom. Tehát azért vannak olyan gyerekek, akik sokszor azért kerülnek ide, mert ez volt a végső megoldás, hogy ide kerüljenek. Most azért talán ez az ösztöndíj ösztönzi a gyerekeket arra, főleg azokat a gyerekeket, akik eddig abba gondolkodtak, hogy csak érettségim legyen, lehet, hogy előbb választanak egy szakmát, és mondják azt, hogy egy szakma sokkal jobb lesz, mert meg én úgy látom, hogy a mai gazdaságban is szakember hiány van. Tehát ebből következően sokkal nagyobb szükség van a szakemberekre, akik ténylegesen tudják a szakmát, és ezzel az ösztöndíjjal próbálják azért a gyerekeket arra ösztönni, hogy tanulják meg rendesen azt, amit szeretnének csinálni majd később. Akik ügyesek, tényleg akik ügyes szakemberekké válnak itt a 3 év alatt, vagy hát majd meglátjuk, mert azért a technikumnak annak most 5 év a kifutási ideje, és tényleg a gyakorlati helyet ott tartják a gyerekeket, tehát szívesen foglalkoztatják őket. Volt, hogy már telefonáltak, hogy meddig járnak a gyerekek iskolába, mikor fognak levizsgázni, mert már várják őket, hogy jöjjenek dolgozni.